Az eddiginél gyorsabb és környezetkímélőbb módon jutnak el mostantól a hűtést igénylő élelmiszerek, elsősorban gyümölcsök és zöldségek Valenciából Rotterdamba. A Courrail névre keresztelt speciális hűtővagonokból álló szerelvény heti háromszor közlekedik Hollandia és Spanyolország között, sokkal kevésbé szennyezve a levegőt, mint a kamionok. A heti háromszori vonat éves szinten 12 ezer kamionos utazást vált ki. Persze a teherautós szállítás sem áll le teljesen, de így is érzékelhetően kevesebb széndioxid jut majd a levegőbe, kamionmérettől függően 70, akár 90%-kal kevesebb, magyarázta Gerjo Scheringa, a projektet intéző cég vezető. A vasúti szállításon kívül a csomagoláshoz is újrahasznosítható anyagot használnak. A cég hosszú távú tervei között a szállítási idő lehető legalacsonyabbra 40 órásra való redukálása is szerepel, ám ez a jelenlegi hosszadalmas határellenőrzési procedúrával elég távolinak tűnik.